Jó estét kívánok! Mindenkit szeretettel köszöntök az OSA archívumban, aminek ugye a hivatalos neve az, hogy Blinken OSA archívum és a Közép-Európai Egyetem része. Én Székely Katalin vagyok, a kiállításnak a kurátora, illetve az OSA archívumnak a kreatív vezetője, vagy valami ilyesmi a címem. És nagy szeretettel köszöntöm a kiállítás másik kurátorát, illetve közösen találtuk ki a koncepciót, Mély Józsefet. Ő azért is fontos, mert hogy általa együtt tudtunk dolgozni a Képzőművészeti Egyetem kurátorszakos hallgatóival, MA szakos hallgatóival, akik szintén segítettek a kiállítást megelőző kutatásban, úgyhogy aki itt van, azt is nagyon köszöntöm külön. Welcome everyone. My name is Katalin Székely. I'm Creative Program Officer at the Vera and Donald Blinken Open Society Archives, which belongs to the Central European University. I also welcome my co-curator and the person whom I've been working with on this exhibition during the last couple of months. He's also important. Because he, József Mély, is also teacher at the Hungarian Academy of Fine Arts, and his students, the MA students at the curatorial studies program, also helped in the preparation of this exhibition with the research. So I also welcome everyone, you guys who came to attend this opening, and the opening will be done by József Mély. So I give him the word. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 80-as évek közepén még gimnazista voltam, amikor a Magyar Televízióban Jancsó Miklós Faustus doktor Boldogságos pokoljárása című sorozatát vetítették. A Gyurkó László regényéből készült filmben a főszereplők 1968 nyarán beszélgettek, bizakodva gondolkodtak a gazdasági reformokról, és közben folyton cigarettáztak. Azután a füstből kibontakozva meghallották a rádióból a csehszlovákiai bevonulás híreit, legalábbis most így emlékszem erre. Tévén felnőve azt hiszem többször hallottam 1968-ról, ritkán ugyan, de szó volt a diáklázadásokról, sokkal gyakrabban emlegették a magyar reformot, a bevonulás sem volt tabu. Azt viszont, hogy ez milyen sokkot okozott az akkori magyar, illetve kelet-közép-európai értelmiségnek, csak ebből a filmből éreztem meg. Hogy mihez képest tört el akkor a történelem, csak jóval később kezdtem el sejteni. Ladies and gentlemen, back in the 1980s I was a high school student, and when I was watching a TV series on Hungarian TV directed by Miklós Jancsó, the title was Faustus, 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 based on Gyurkó László's novel. The characters in the film were discussing the changes in 1968, and they had very high hopes of the reforms and of the economic reforms planned. And all the while they were smoking cigarettes. At least that's how I remember. And then when they got out of cigarette smoke, they just heard the news on the radio about the invasion of Czechoslovakia. These are my memories about a series. Being raised on television, basically, I heard many times about 1968, and it was I heard less times about students' revolt, but it was also not a taboo to discuss the invasion of Czechoslovakia. But I much less heard about how much a shock it was to the intellectuals of Hungary and the intellectuals of Central Europe. And we didn't know what to compare to the loss of history at that time. Generációm tagjainak Magyarországon a múltat, a televízió és a napilap, a magazin, a rádió és az egyféle történelemkönyv szinkronizálta. Talán sem előttünk, sem utánunk nem akad olyan korosztály, amely tudat alatt ennyire egységes történelemképpel rendelkezne. Generációm elől nem is elsősorban a történelmi események voltak elzárva, hanem azok a sokszínű érzések, nézetek, gondolatok, amelyek ezekhez az eseményekhez kapcsolódhattak. Hiányzott a viszonyítási alap.
Akik a 80-as évek közepén voltak fiatalok, még átérezték a nyugat iránti vágyat, de elődeikhez képest már nem tudták, milyen az elzártság. Akik a 60-as vagy a 70-es években születtek, 18 évesen nosztalgiával gondoltak nem csak a 68-as nyugati lázadókra és egykori kelet-európai kortársaikra, de nem tudhatták, korukban mihez mérjék a lázadás valaha volt tárgyát. Tágabb generációm számára maradtak a ködös és talán romantikus elképzelések. A korszellem megfoghatatlan fogalma leginkább 68-hoz kapcsolódott. Mi, erősen szinkronizáltak, sokáig úgy gondolhattuk, hogy 68-ban mindenkit egyszerre fogott el a láz, mindenki egyszerre követelt magának szabadabb teret, keleten és nyugaton egyaránt. For the members of my generation in Hungary, the past was represented by television and the daily newspaper and the radio program and the magazine we had back then, and these things synchronized our ideas about the past, ideas about the history of the country. Probably there's no other generation, neither before us nor after us, that had so similar view of the history. It was not exactly the events of the history that were closed from us or locked up from us and from the members of a generation, but rather the emotional approaches, the emotional attitudes to those historic events. We lacked the point of reference to which we could have compared what we have seen. Those who were young in the 80s, in the middle of the 80s, could feel or could experience somehow the longing for the West, but in comparison with their predecessors, they didn't know exactly what it feels to be closed, to be locked up. Those who were born in the 60s or the 70s had their nostalgic thoughts about the generations of revolutionaries in the the 68. In the western part of the world, such as just as the eastern part of the world, but they didn't know what to compare the subject of this revolt to. In my broader generation, we might have had vague images, vague ideas, and probably romantic ideas. The Zeitgeist was connected in my mind, in our mind, basically to the events of 69. We, who were strongly synchronized in our minds, we thought that in 1968 everybody was caught at the same time by the fever, and everybody at the same time wanted to have larger space and more freedom, both in the East and in the West. Már tulajdonképpen sohasem kaptunk pontosabb képet 68-ról. Jellemző, hogy az egyik legpontosabb egy olyan fiktív filmrészlet, amelynek alapja nem található meg a Gyurko regényben. Később ez a múlt elképzelés, hála a rendszerváltásnak, mégis differenciálódott. A nosztalgia nagyrészt elmúlt, a korszellemet sem a múltban hajszoltuk már. Kelet és nyugat között ismét megtanultunk különbséget tenni. Némileg meglepő, hogy egy idő után 68 számunkra el is tűnt a magyar történelem feneketlen süllyesztőjében. Bizonyos értelemben ismét elzáródott, miközben a politikában jelszóvá vagy szitokszóvá silányodott. Most nem csak azért tér vissza, mert a kerekebb évfordulókon legalábbis egy pillanatra minden fontossá válik. 68 azért lesz fontos, mert a viszonyítási alapok mintázatai megint ismerősnek tűnnek. Mindenekelőtt a szabadság terének, sokáig kiüresedettnek gondolt fogalma ismét tartalommal telik meg. Although as a matter of fact, we never got an accurate picture of 1968, it is typical that one of the most accurate memories I have about this era is based on my vague memories of a film that was based on a book, but in that scene didn't exist. Things are funny. But then later on, thanks to the system change, our image of the revolution did differentiate indeed. Nostalgia was gone, and we didn't look for the Zeitgeist in the past anymore, but we'd learn how to differentiate between the West and the East.
It might be surprising, but after a while, 68 kind of disappeared and it basically got lost in the bottomless waste bin of history. In a way, it was closed from us again. Whereas, in the meantime, it became a political slogan or simply a swear word. Now it has come back, not only because these things usually come back on anniversaries, but also because, and it becomes important, because the bases, the reference points of our comparisons are looking very familiar now, very similar now. And especially the concept of freedom that we thought has emptied out for a long while, it is being filled up with content recently. Amikor egy 2018-as kiállítást válogatást nyújt a 68. januárja és augusztusa közötti kelet-közép-európai művészeti akciókról, happeningekről és a diákokkal, a fiatalokkal kapcsolatos eseményekről, akkor a szabadság mellett a nyilvánosság fogalma kerül kérdések formájában a középpontba. Mennyire volt szabad a légkör? Mennyire volt szűk a nyilvánosság? Mennyire volt magas a rendszereket, országokat elválasztó fal? Valóban teljes mértékben a hatalom által kontrollált volt az átjárás? Különbözőek voltak-e a szabad terek Lengyelország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Magyarország esetében? Mennyire kötődött mindez a nyugathoz? Mennyire hatotta át a kort az, amit ma 68-nak gondolunk? A kiállítás nem más, mint néhány később született visszapillantás a 68 tavaszára és nyarára. Egy képzeletbeli újság, amely úgy próbál meg választ keresni a fenti kérdésekre, hogy feltételezi a szabadság és egy regionális együttműködés egykori lehetőségét. Mindez fikció és projekció. Az egyes országok alkotói vagy csoportjai legfeljebb sporadikusan alakítottak ki egymás közt kapcsolatokat, valójában mindenütt más, alacsonyabb volt a szabadságfok. A kapcsolatteremtés mai elképzelése mégis jogosnak látszik, egyrészt mert a szabad tér tágításának szándékai és eszközei hasonlóak voltak, másrészt, mivel a szabad tér beszűkülésének jelenlegi tendenciája sem állnak meg országhatároknál. When an exhibition in 2018 gives a selection of artworks, actions and happenings and events related to students in 1968 in Eastern and Central Europe, two concepts must be in focus. One of them is freedom, of course, and the other one must be publicity and public. How free was the atmosphere then? How close and how narrow was publicity? How high the wall separating systems and countries was back then? How and whether the power could control everything, and whether the spaces of freedom were different in Poland, in Czechoslovakia, in Yugoslavia, or in Hungary. How much was it all connected to the West, and how much was the age influenced by the thing we think was 68? Well, this exhibition is nothing else but a look back to the spring and summer of 1968. This is an imaginary newspaper which is trying to answer the questions by putting together objects together as if and supposing that regional cooperation was possible back then. As a matter of fact, it wasn't possible because the level of freedom was much lower than that everywhere, basically. But still, the idea of establishing connections seems to be a meaningful one today because the intentions and the means of making the free space a little broader were similar on the one hand, and on the other hand, the current tendencies of narrowing the free space down do not stop at national borders either. Számomra a kiállítás mégsem csak egy fikcióról szól, ennél ma jóval nagyobb a tét.
Az egyik, amit belelátok és belegondolok, a nyilvános tér változása és ennek a változásnak a relativitása. Az elmúlt években több visszaemlékezést olvastam az Egyesült Államokban a 60-as évek végén készült köztéri, illetve landart művekről, akciókról, happeningekről. A leírásokat olvasva az az ember érzése, hogy a köztér akkoriban a művészek számára jóval tágasabb és szabadabban felhasználható volt. Miközben a hatalmi rendszerben sokkal több volt az autoriter elem, mégis kevesebb az egyéneket korlátozó szabály, kisebb a megfigyelés. Kelet-Közép-Európában a szellemi és a fizikai köztér természetesen összemérhetetlenül szűkösebb volt. De ha ma a fejünkben lejátszok újra az itt dokumentált 50 évvel ezelőtti akciókat, és a környezetet összevetjük a mai helyzettel, a jelenetekhez hozzáképzeljük a mai magyar nyilvánosságot, a megfigyelés, feljelentés, öncenzúra, jelenlegi ismét bővülő félben lévő struktúráit, akkor a szabadság relativitása szembetűnővé, sőt tapinthatóvá válik. Akkor nem csak fikció formájában, hanem a bőrünkön érezzük meg az egykori művekben a szabadságot, vagy legalábbis a szabadságra irányuló vágyat. Nem tudom, hogy ezt a projekciót a generációm, amelynek tagjai közül jó néhányan főszereplők voltak ennek a mostani rendszernek a kialakításában, el tudja-e még végezni. Ha nem tesszük meg, nem marad más számunkra, mint hogy elődeinkhez hasonlóan elővegyünk egy újabb cigarettát és bámuljuk a sűrű füstöt. For me, however, this exhibition is not only about the fiction. The stakes are much higher than that. One thing I'm thinking about is the changes of the public space and the relativity of this kind of change. Recently, I have read a number of memories about land art and public exhibitions and actions and happenings in the United States. Reading the descriptions, one has the feeling that public spaces back then were much broader and much more available for free use for artists. While the structures of the power were much much more authoritative features, still the rules and regulations limiting the space of maneuver of the individuals were much at a much lower level. There were less surveillance, if you like. In Eastern and Central Europe, however, the public space, both physically and intellectually, were of course incomparably narrower than in the US. But if we replay the actions documented here from 50 years ago and compare the environment with the one we have, and with the ever increasing structure of monitoring people, of reporting, of self censure, then the relativity of freedom becomes apparent and becomes striking to the eye and even tangible. Back then, it's not going to be only fiction that we will feel, but we will feel through the artworks that we see freedom on our actual skin, or at least the wish for freedom. I don't know the members of my generation, whether the members of my generation, many of whom participated in building up this current system, are able to do this projection anymore. Because if not, all that is left for us is to light another cigarette and stare into the thick smoke. Ja. Nagyon szépen köszönöm, a fordítást is köszönjük, és még szeretnék köszönetet mondani néhány embernek. Elsősorban Kristóf Krisztiánnak, akinek ezt a csodálatos dizájnt köszönhetjük, illetve Hegedűs Fanninak, aki pedig segített a bútorok építésében. Nagyon szeretnék köszönetet mondani Szörényi Petinek is, aki a kurátorasszisztens volt, és még az OSÁN kívüli munkatárs, tehát nem OSÁ-ban dolgozó kutató munkatársként Kürti Emesének is nagyon szeretnék köszönetet mondani, de
végül és nem utolsó sorban a kollégáimnak is szeretnék köszönetet mondani, akik segítettek a kutatásban, a szövegírásban, a kölcsönzésben, a művek adminisztrációjában, filmvágásban, kiállításépítésben, és nem véletlenül hagytam legutoljára a művészeket, hiszen ők azok, akik miatt eleve nekiálltunk ennek a kiállításnak. Őnekik is nagyon köszönöm, hogy létrejöhetett ez a tárlat, illetve a kölcsönző intézményeknek is. So, thank you very much for this speech. I would like to say my thanks to everyone who was involved in the preparation of the exhibition. First of all, to Christian Christoph, who made the exhibition design. And to Fanny Hegedűs, who helped build these pieces of furniture that you can see all around the exhibition space. I would also like to thank to Emese Kürti, who not working in the at the OSA, but still as a colleague helped with the research. But I would also like to say thank to all my colleagues who helped in the research, the text writing, proofreading, translation, film editing, exhibition building, administration, etc. And last but not least, I would also like to say thanks to the artist, because of whom we began this whole endeavor, and to the lenders who also made this show possible. So, and thank you for coming.